A vívás alapjait tanulják ezek a gyerekek a szekszárdi DNS Valéria általános iskola tornatermében. Szeptemberben indultak az edzések, ahová idén szép számmal jelentkeztek fiúk és lányok is vegyesen. Az edzéseket 10-11 éves kortól ajánlják az edzők. Farkas Máté Ákos anyukája javaslatára kezdett el vívni tanulni. Anyukám mondta, hogy van ilyen itt Szekszárdon, és hogy kipróbálhatnám, mert szerinte nekem való. És mondtam, hogy legyen, és eljöttünk vívni. Megnéztünk egy-két edzést, és utána beálltam, mert nagyon tetszett. A vívás a nyári olimpiai játékokon az 1896-os kezdetektől fogva szerepel, és Magyarország legsikeresebb sportága az olimpiákon. Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a megyeszékhelyen is iránta, ami az olimpiákon sikeresen szereplő vívóinknak nagyban köszönhető, mondta el Garai Előd, a Szekszárd Kórház Sportkör vívó szakosztály vezetője. Annak nagyon örültünk, hogy igazából majdnem, hogy toborzás nélkül ez az idei szeptember annyira jól indult, hogy szinte 21-néhány létszámmal tudtunk egy csoportot, egy kezdőcsoportot elindítani. Ezek a gyerekek nagyon lelkesek, most kaptak pengét, illetve ruhát, úgyhogy nagyon örülnek a tevékeny vagy rendes vívásnak, hiszen eddig csak lábmunkáztunk, illetve gyakoroltunk, az alapokat nyilván meg kell tanítani. Eljött az az idő, amikor sikerül már egy olyan szintre eljutni, és már persze gyerekek is igénylik, hogy muszáj elindítani magát a küzdelmet. A most indított csoport tagjai a hagyományoktól eltérően teljesen más fegyvernemben tanulják a vívást. Erről is beszélt Garai Előd. A mostani csoport, akik indultak, teljesen más fegyvernemben vívnak. Ez egy nagy vállalás az Egyesület szakosztályunk részéről, mert mi az eddigi fegyvernemünkbe a tőrben nyitottuk a gyerekeket, és ez hosszú ideig így is volt. És most úgy hozta a sors, illetve a helyzet, hogy itt a környező településeken, pontosabban inkább úgy mondom, hogy a környező, tehát a megyei szinten lévő településeken, akár Pécsen vagy Baján és Kaposváron, akik itt a régióban vívásra foglalkoznak, inkább a párbajtőt preferálják, és most mi ezzel az új kezdőcsoporttal párbajtőrözni szeretnénk mindenféleképpen. Egyrészt a versenyeztetési lehetőséget növelve, hogy a versenyeztetésben jobban tudjuk őket szerepeltetni. Nagyobb siker lehetőség is van ebben nyilván, és hát szeretnénk, hogyha ezekből a gyerekekből is jó páran úgy megmaradnának, ahogy a kezdőkből is, most már 5-6 éve ide járnak a nagyobbakból, úgyhogy szeretném, hogy ez a csoport is legalább olyan sikeres legyen létszámilag, meg hát nyilván vívó sikereket is kívánok nekik, mi az leszünk. A szekszárdi vívó szakosztály több mint 50 éve jelen van Tolna megye életében, ekkor alakult a Szekszárd Kórház Sportkör, aminek a tevékenységében akkor már szerepelt a vívásoktatás. Dr. Vastag Oszkár, a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke elmondta, hogy a sportkör megalapítása óta eltelt években mára már csak a vívó és a természetjáró szakosztály maradt. A vívó szakosztály az egyedüli vívó szakosztály Tolna megyében, tehát hogy mondjam, hiánypótló a szakosztályunk. Sok gyerek, a vívásra iránt érdeklődő gyerekekkel foglalkozunk. Volt egy apály a gyermekek között, és különösen az előző olimpia után már fellendült a vívás ismét. Nagyon komoly anyagi támogatást kaptunk a kormánytól. A vívás is a kiemelt sportágok közé tartozott, és azóta anyagilag lényegesen jobb helyzetben vagyunk felszerelés tekintetében. Toborozunk gyerekeket, és egyre több a vívó gyerek, és az idei évben is számos gyerek jelentkezett vívni, amit nagy örömmel veszünk, hiszen én, mint aki a vívást szeretem, én azt mondom, hogy mindegy, hogy mely sporttal, csak a gyermekek sportoljanak, és hogyha vívni szeretnének, akkor legyen lehetőség vívásra is. Dr. Vastag Oszkár azt is elmondta, hogy a kezdőket szeretnék úgy kinevelni, hogy a későbbiekben sikeresen vegyenek részt megmérettetéseken. Korábban ugyanis az Egyesületnek voltak másodosztályú és első osztályú vívói is, és ezeket a sikereket szeretné a szakosztály visszahozni a jövőben is.